reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, 7 óra 16 perckor. Köszöntjük az egybegyűlteket a Millás reggeli műsorával. Itt a 90.9 Jazzy Rádión. Nagy sajnálatunkra itt van velünk Ács Gábor is. És ennél már csak az szomorúbb, hogy Mihálovics András a mai másik reggeli műsorvezető. Kiderült, hogy Szoller Andit is mások osztották be, mint engem, úgyhogy Andikám, összefonódunk legközelebb, és kiszúrunk mi ezekkel a sakjátékosokkal, akik az évvégi beosztással zsonglőrködnek. De vannak itt még emberek, akik hasonló cipőben járnak. Egyéni vállalkozó vagyok, szabadság esetén nincs lóvé, így aztán már a holnapra, holnap utára is vállaltam néhány vendéget, még jó, hogy szerettem a munkámat. Ez a helyes hozzáállás, Laci, csak neked nincs egy Ács Gáborod, aki a szeretetedet így kicsit csillapítaná a munkád iránt. Dolgozom ma, mert így döntöttem, szeretek a két ünnep közötti időszakban nyugalomban letudni dolgokat, nem érzem magam alsó baleknek, ettől írja. Igaza van. A cégvezető. Igaza van. A cégvezető írja. Hát így könnyű. Az ünnepek alatt és a két ünnep között azok dolgoznak, akik pótolhatatlanok, akik nélkül megállna az élet, sofőrök, egészségügyiek, rendfenntartók, karbantartók, kereskedők, írja a Bitboltos. Hát igen, ez is kétségtelenül igaz. És Krista rám dörren, vásárlóim fele úgy dugja a kártyáját a terminálhoz, hogy nézzük már meg, van-e rajta 1600, a többit meg összekotorja a pénztárcából, vagy nem is vesz meg mindent. Igen, hát ezért mondtam, ezt a 41 ezer forintos történetbe bele gubajottam elég rendesen. Na, haladjunk tovább. Továbbra is megy még a szavazás Viber közösségünkben, hogy ki és milyen okból kifolyólag dolgozik ma reggel, úgyhogy lehet csatlakozni a közösségben, és lehet... Micsoda? Jó, amíg micsodázol, addig nyomok egy szignált. Hát mert én is kaptam egy SMS-t most utólag, hogy összegzett elszámolás, meg mit tudom én, mi van, megijedtem. Mármint a banktól? Igen. Na, látod. Remek időzítés. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Hát van-e közlekedési hír egyáltalán? Szerencsére baleset nem nehezíti a haladást sehol sem, és nézem, hogy hol van valami nyalánkság, ami direkt erre a napra időzítve kezdődött el, de én bevallom őszintén, itt állunk levetkezve, mert nem nagyon tudok mit hozzátenni. Teljesen jól lehet haladni, érthető módon a két ünnep között nagyon kevesen közlekednek. Bár én, amikor jöttem reggel, egész meglepődtem, hogy döbbenetesen sok furcsán közlekedővel. Tehát rögtön a jobb külső sávból balra forduló az első kereszteződésben, utána az utolsó pillanatban lámpa előtt besorul azért két sávot elálló, plusz még egy betolató kamion ott a bakcsomópontnál, amely két lámpaváltásra vagy háromra állt el ott a kereszteződést, úgyhogy... De ez valószínűleg csak valami egyszeri félresiklás volt. Most, amit látunk, illetve hát, amiről nem is jönnek hírek már, mint ugokról, vagy egyéb fennforgásokról, eseményekről, tényleg úgy tűnik, hogy nagyon jól lehet közlekedni a városban. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. No. Felújítják az MTA székházat. Igen. Hát igen. Ez egy jó hír. Igen, igen, igen. Ezt úrta ki a Figyelő, mert hogy megjelent a közbeszerzés.hu-n a tervezési pályázati kiírás.
amely szerint a nyertes feladata a tervezés, az építési engedélyezési és részleges kivitelezési terv dokumentációnak elkészítése, a kivitelezés első ütemére irányuló közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, valamint tervezői művezetése. Áfa nélkül 482 millió forintról van szó. Az MTA, vagyis a Tudományos Akadémia azt szeretné, hogyha a Széchenyi téri épületének az átalakítása után a felújított székház, könyvtár és annak téri kapcsolatai tükrözzék az intézmény társadalom felé való nyitásának szándékát. Hogy ez mit akar? Fogalmam nincs, de cél az is, hogy az intézmény lehetőséget biztosítson. Az intézmény, mert maga az épület ezek szerint az MTA kultuszának formálására, kiteljesítésére, hagyományainak, értekeinek bemutatására biztosítani kell továbbra a tudományos bizottságok munkájának és tudományos közéletének a mai kor technikai színvonalának megfelelő körülményeket. Hát ezen nagyon meglepődtünk, igen. Hát ez ilyen, igen. No, új palota, igen. Jövőre megújul a 15. kerületi Erdőkerülő utca és a Zsókavár utca is. Ezt a BKK közölte. Egy saját beruházásukban kicserélik az útpálya burkolatát, új gyalogátkelőhelyeket létesítenek, és akadálymentesítik a főtéri villamos megállót. 2022 tavaszán kezdenek el dolgozni, ha a közbeszerzési eljárás eredményes lesz. Jelentős változások történnek ennek kapcsán, ugye? Mert hogy ezzel egy időben korszerűsítik a Szent Mihályi út egy részét is. Na, az a nem mindegy. Na, de az a térkép, a mellékel térképről kiderült, hogy az szerintem ránézés egy 100 méternyi szakasz. Ja, igen. Amit ott korszerűsítenek. Na, de az mindegy. Hát, ha egy 1 méteres szakasz korszerűsítenek, ott akkor a forgalom van, hogyha oda kitesznek egy bóját, hogy egy csatorna fedelet kicserélnek, már annak lesz hatása. Ez kétségtelen. Egyébként 1355 méter a teljes felújított útszakasznak a hossza a BKK tájékoztatása szerint, és mi van még? Hát én képzeld, de teljesen azt hiszem elmondtam. Ja igen, az nagyon fontos, hogy zöldebb lesz a környezet, mert hogy 6500 cserjét is ültetnek majd. És a főtérre villamos megálló akadálymentesítésre kerül. Nyilván akkor a villamos sem fog járni egy darabig, bár erről nem szerepel semmiféle információ. Az a villamos, amin életemben először teljesen véletlenül, ha igaz, nem annyira véletlenül, mert hogy a szokásos fényvillamosozásra a gyereksereg ezt a vonalat, a 69-es villamost jelölte ki, mert arra még senki nem utazott, úgyhogy most fényvillamossal éppen 25-én közlekedett arra, úgyhogy sikerült megnézni teljesen véletlenül ezt az Erdőkerülő Zsókavár utca közötti területet, illetve az újpalotai lakótelepnek ezt a részét. És már amennyit sötétbe látszott belőle. Úgyhogy itt lesz majd a felújítás tehát jövőre. És akkor még egy aprócska, nem is információ, de inkább felhívnánk a figyelmet egy érdekes cikkre. A Telexen időre vannak túraajánlók, és az Ajnát hegyekben körtúrát ajánlottak tegnap egy érdekes cikkben, amelyről egyébként, amelyből nekem számomra a legérdekesebb információ az volt, az azért érdekes ez a környék, mert tele van fenyvessel. Közben sziklakiszögellések vannak, nagyon szép kilátást biztosítanak, és nagyon kevés helyen van Magyarországon ilyen terep. Kitűnő tájfutó terep egyébként, én onnan ismerem elsősorban, de nagyon szép turistautak is átvezetnek rajta, és a Telexikből kiderül. Szóval ez sem lesz már mindig így, mert hogy az, hogy csak ilyen talaj megkötési terv miatt, illetve szándékkal telepítettek oda fenyvest, de amikor a fenyves kitölti az idejét, akkor visszatérnek a tölgyeshez, tehát már nem sokáig lesz ilyen az Ajnát környéke. De a Kopács Árdától indulnak egyébként a turistautak ott Pilis Csaba, Pilis Vörösvár között, és azért is érdemes elmenni, mert hamarosan teljesen más lesz ott majd a tájkép, és azok a számomra nagyon kedves és különleges fegyvesek el fognak tűnni, úgyhogy ha valaki a túraajánlóra kíváncsi, akkor a Telex tegnapi cikket ajánlom ezzel kapcsolatosan. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.